Trust me, I'm an engineer. Oh shit, I think I'm out of here. Hello emberek! Végeztem már egy kis munkát az előző epizód óta. Nekiálltam a lökhárítóknak, és hát most van egy kis dilemma még így a videó elejére. Csak azért, hogy nekünk ez jó legyen. Na most én nekiálltam levenni az ajtópaneleket. Itt mindenképpen le kellett, mert meg kell csinálnom a kilincset. De hát látszik már, hogy jártak bent, törtek a patentek, ahogy illik, és nem vagyok benne biztos, hogy én ezt meg fogom tudni úgy csinálni, hogy minden ajtópanel megúszza, és ne szakadjon el, és ne legyen szar. Na, meg a másik, hogy a tükörnek a csavarját azt így meggyalázták, az nem jön ki. Úgyhogy azon gondolkodtam, tudom, hogy ez csúnya dolog, de lehet, hogy ilyen lumpen megoldáshoz fogunk folyamodni. Tehát az ajtók maradnak az autón, le lesznek maszkolva, amennyire kell, és hát a falcokat így fogom megfújni. Sajnos nem tudok jobbat. Tehát két első, két hátsó egyszerre, és akkor ki lesz maszkolva, lesz véve róla a gumi, be lesz szépen az egész maszkolva, hát és megfújom így, ahogy van. Persze úgy lezárom itt a... Tehát látszani fog némi különbség, de nem tudom sajnos másképp megfújni normálisan. Nem, az igazság, hogy nem merem annyira szétszedni az ajtókat, hogy itt szakadjanak az ajtókárpitok, mert nem akarok még azt is vadászni hozzá, mert mint kiderült, azért egész jól elfogytak már ezek az autók, és nem mindig van minden és mindenhol. Na mindegy, egyőre ezt majd még eldöntöm, amire látni fogjátok a dolgot, amire valószínűleg már el lesz döntve és le lesz fújva az autó. Még nem tudom, még agyalok rajta egy kicsit, úgyis még ráérek, mert van még itt sárvédő, amit lehet csiszolgatni, van még itt lökhárító, amit lehet csiszolgatni, úgyhogy ja, van még időm gondolkodni, de egyőre sajnos így tűnik járhatónak. Megjöttek hozzá a díszlécek is, majd oda kell próbálom, remélem jó lesz, jó fog kinézni, legalábbis nem fog szarul kinézni az univerzális díszléccel, mert a gyári az halott, az ott töröttek is, meg a patentok is szarok, úgyhogy azt még oda kell majd próbálnom. Egyelőre itt tartunk, kissé enervált Tomi vagyok, mert kicsit el vagyok, nem tudom, fáradva, és így most így kijöttem, és így zombi módon neki ahogy csiszolgatni. Mert arra még jó vagyok, azt tudom csinálni. Úgyhogy csisz-csisz tovább, lökhárítók, sárvédők, aztán majd visszatérünk erre a falcfújási problémára, mert ez zavar. A lökhárítók készen vannak, legalábbis csiszolás ügyileg. Az elsőre még itt ezt a lukat kell majd szépen elcsiszolni, betömni. És üvegszálas megtette a hatását, azt mondja, lesz csiszolva, aztán jó is lesz. Kap rá szórót, meg mindent. De ez egyelőre jónak tűnik, és az is. El van csiszolva, 4 szálas papírig az egész. Félre kell rakni, aztán majd meg kell fújni. Szerencsére ipari festéknél nem kell annyira nagyon simára csiszolni mindent. Nyilván, hogyha ez most egy ilyen bázisos, lakkos történet lenne, akkor ez esélytelen lenne, hogy itt szép legyen. Az ipari festékkel még van némi esélyem. Ja. Na de, ott az a két narancs. Azt kellene most megcsiszolni, mert... Hát ez gyönyörű. Remélem nem így fog kijönni az enyém is, mert ennek nagyon nem örülnék. Ennek nagyon-nagyon nem örülnék. Szépen haladok ahhoz képest, hogy nem igazán csipkedem magam. Elkészült a lökhárító sarka, elkészült a homlok lemez, tehát ez a bajusz léc. Ezt még egyszer át fogom csiszolni, de ez már úgy nagyjából sima. A következő az a két sárvédő lesz, már ki lett szépen alvázvédőző a belseje. Igen, fehér alvázvédőm volt itthon, de nem baj, jó lesz belőle. Aztán erről kell levakarni ezt a szart. Aztán megfújták 2K-val, csak hát tipre azt mondanám, hogy sok volt a levegő, és kevés volt a festékmennyiség, és az egész fölnarancsosodott. Ups, picikét több anyagot kellett volna kiadni talán, de én nem vagyok fényező, én nem értek hozzá.
Remélem az enyém az nem így fog kinézni, nagyon félek tőle, de talán nem, talán nem. Holnap meg az ajtókkal folytatom, aztán majd megálmodom ezt a körbemaszkoló dilemmát, de szerintem az lesz, hogy ez körbemaszkolósan lesz kifújva a falc, mert több kárt teszek azzal, hogyha leveszem róla a burkolatokat. A sofőr oldalit le kellett venni, mert meg kell csinálnom a kilincset, mert ugye most így nyílik, rángatni kell. Be nem tudom mutatni a belsejébe, de eddig meg se húzza még a kart, innentől kezdi húzni a zárat. Szóval, ja, ez szarul van összerakva, ezek mind jó vannak. Tehát ilyenkor már nyitja is szépen. Ennyit kell megcsinálni az ajtóba. Tükröket nem tudom leszedni, hanem a másikat még talán le tudom szedni, de hát csavar össze van baszva benne, úgyhogy az is helyén fújós lesz. Hát nem baj, ez egy ilyen kör lesz. Kokány-mókány 3 kilós dögvészbimmer. Innen is üdvözlöm, Sági urat láttam, kommenteltél az előző előtti videóhoz. Ja, az még nem ment ki a többi, amikor ezt itt elmondom. Ja, nagyon dögvész. Még szerencse, hogy nincsen benne automata váltó, meg nem Mercedes. Ez aztán az ipari narancshámozás. Itt ugye ez volt a kiindulás. Igazi bőrborítású. Nem tudom, hogy sikerült, de ez elég csúnya lett. Ez meg itt a végeredmény. Le lett csiszolva, kapott két réteg szórógittet. És az is le lett csiszolva, 400-asig felcsiszolva, úgyhogy szerintem ez már így fújáskész nagyjából. Ipari festékhez persze. Végigmentem rajta először 60-as papírral, majd 100-assal, majd 150-essel, és megkapta az első réteg szórógittet, és most megyek majd rá a 240-es, ami ugye látszik, hogy karcos is, meg minden. Le lesz csiszolva szépen, és némi filler alapozóval egészen rendbe lehet tenni, a másod is így sikerül megcsinálni, amennyire lehet lecsiszol, fillerez, 2-3 kör töltő alapozó után már egész sima lesz ez a sárvédő, sőt, sima lesz ez a sárvédő. Szerencsére ezt kasznizni nem kell, hiszen új elem, gyakorlatilag horpadásmentes, csak a felületét kell megcsinálni normálisan. Hát ez eddig bírta. Úgy néz ki, megállt benne a csapád és megforgott a műanyagházba. Mindjárt szétkapom. Hát ennek itt nagyon úgy néz ki, hogy rekt. Jól látszik, hogy megforgott a csapád a házában. Nem is egyszer. Meg forró az egész, mint az állat. Valamennyire még, mintha... Nem, nem, ez forog a csapály, összeállt. A hátsó csapály az jó. Ha, fasza. Rakom belőle a szénkeféket, mert az mindig kell. Akkor innentől kézi munkázunk. Az is már 16 éve elszoktam az ilyen típusú kézmozgásoktól. Na, a hátsó ajtó az nagyjából kész van. Az első ajtóra most jöttem rá, hogy gyakorlatilag tök fölösleges felhúzni ezt a gittet. Csak sokat sikerült csinálnom, és sok edzőt sikerült betennem, és nagyon hamar kötött. Ez látszik is rajta, hogy tiszta csiríz. Nem rozsdás meg semmi, csak az alján ugye nem lett teljesen átcsiszolva, hanem ott be lett koronggal húzva, hogy látszódjon rozsdás vagy sem. Csak ugye ezen volt valamennyi gitt, úgyhogy rá dolgoztam. Amit kár volt, már én ezt most nem fogom kézzel leszedni, úgyhogy veszek még egy excentert. Sajnos ez most így jött össze. Ezt még ma egyszer átcsiszolom 320-as papírral. Ugye van még itt maradék gépi papírom, az pont jó lesz. Pont kifogytam egyébként abból is mindenből, úgyhogy kell vennem papírokat. De ez nagyon úgy néz ki, hogy még egy csiszolás, és szinte jó lesz.
mert elég sima lesz. Aztán még veszek 400-as papírt, és átmegyek az egész autón még egyszer, meg az összes szarom még egyszer, és utána készíthetjük elő a fényezőkamrát. Ahol gitteltem, ott még lefújom szórógittel, és utána ennyi. A tetején akarok még majd egyszer átmenni, mert sima, tehát kézre teljesen sima, csak azért jó, hogyha fasza. Elvileg ez a fajta festéknek nem kell olyan tökéletes előkészítés, megelégszik az, amit én tudok. Most a tegnapi kis baki után vettem egy új csiszolót. Ugyanolyat, mert mindig ez a legjobb árérték arányú. Háttérben a promóciós zenéje a vidék hangjainak, de egyébként ez már advanced, oda néz. Sebességszabályzó. Nagyon fasza is, még garanciális. Remélem ez is kibír 2-3 évet, mint a másik. Vettem hozzá némi ellátmányt, mert ezek így most kelleni fognak. Ugye neki is fogunk állni ennek a csodálatos képződménynek itt az ajtón, meg amíg a másik oda befejezzük, amit kell. Aztán jöhet a végső csiszolás 400-as papírra. Aztán építhetjük a fényezőkamrát, hogy így mondjam. Ezzel az oldalával a kocsinak készen vagyok. Igazából itt kell még kicsit kézzel átcsiszolni. Hát nem lett tökéletes ott az a vonal, de még mindig jobb lett, mint az előző úriember, amit gányolt rajta. Ez így sikerült. Tehát ezt már ötötszörre csiszolom újra, gittelem újra. Ennél jobb nem lesz, ez már ilyen marad. Tetejét most átfújtam szórógittel, mert rácsiszoltam 400-assal, most még egyszer rácsiszolom 400-assal. Máshol nagyon szórógítani nem fogok, csak nem tudom, tehát teteje az milyen, de hogy elnézem, meglehetősen sima. Úgyhogy egy 400-as kézi csiszmákolás után ez fasza. A géptető az sima, azt már megcsináltam. Még 400-assal kézzel átmegyek rajta, de aztán ennyi lesz egyébként, amit csinálok vele. Ezen az oldalon még szárad a git. Ugye ahol felületi rozsdás volt, ott mind fölcsiszoltam. Belett kenve rozsdagátlóval is, erre megy egy kis üvegszálas. Tudom, undorító, de ehhez ajtót nem lehet kapni, ami nem rozsdás. Amúgy meg nem fogom szétvágni az ajtókat, azért, mert van egy felett rozsda rajta. És elkezdtem már becsiszolni a falcokat is. Hogyha ezek a falcok itt meg lesznek szépen fújva, ajtó fönnmarad. Kiszedtem innen a BMW küszöbborításokat. De mondjuk ezek ide voltak csak ragasztva a forró takonnyal, úgyhogy simán leesett magától. Lehet, hogy ezekből veszek egy újat, mert elég ótvarak. Vagy valami utángyártott, valamit fogok helyette venni, ami egy kicsit jobban néz ki, mint ez a fölfeszegetett, szétnyomkodott szar. Lehet ebből is kap valami, hát nem homasítás, de valami ízlésesebb homasítás darabot. Úgyhogy már csak ezek az ajtók vannak hátra, meg az, hogy egyszer átsmirlizem 400-assal. A küszöböt csak simán szerintem 240-essel föl fogom csiszolni, ezzel sok minden nem tudok csinálni, és honnantól fújásra kész az autó. Itt is megcsináltam már a falcokat, meg levettem a belső borítását a csomagtérajtónak, kivettem a kábelköteget, majd ki kell vinni az autót, ki kell fújatni belőle a port, le kell takarítani kívül belül. Valószínűleg úgy fogom csinálni, hogy első körben, hogy könnyű legyen a javítás, hogy esetleg szar az első fújás, nekiállok az apró elemeknek, tehát sárvédők, lökhárítók, bajuszléc, tankajtó, meg ilyenek. Meg szerintem ezzel egy időben a falcokat megfújom kint. A pajt előtt lesz megcsinálva az autó, ki lesz szépen maszkolva, és megfújom a falcokat. Ott, hogy a szar, még az nem olyan nagy probléma. És hogyha jól sikerül a fújás, akkor meg behozom a kasznit, és akkor meg lesz durantva az egész autó. Aztán, hogy hogyan fog sikerülni, azt majd meglátjátok. Ti is, meg én is. És el is készült a csiszolás. Igen, már másnap van, de úgy néz ki, ez itt így jó lesz. Ezekből az ajtóból kihoztam a maximumot, ez a két ajtó nem annyira jó, de mivel hát bújtam a netet, de nem nagyon találtam, még itt a klincs, ezeket mondjam, most megcsiszolom majd 400-assal, de nem találtam olyan ajtókat, amik úgy épkézlábak sokkal jobbak lennének, mint ez, még ami ennyire szar, mint ez, még az is 25.000 forint a négy ajtó, úgyhogy inkább hagyom, aztán majd egyszer, vagy nem. Egyelőre ezek jók lesznek, igazából körbe van csiszolva mindenhol az autó. A következő az, hogy építünk ide egy
fényező kamrát. De nem ma, igen, ez már az előző utáni nap, mert hulla vagyok, egész héten ezt csináltam, meg csomó minden mást, úgyhogy ma pihenő. Holnap lesz egy szállítmányozásom, mert ide fog kerülni a robur, és hétfőn, jó, mondjuk nektek ez igazából tök minden, csak elmondom, hogy hogyan zajlik a dolog, hétfőn fogom kitakarítani a helyet, megcsinálni a fényezőkamrát, lemosni az autót, és hát hétfőn, kedden hajnalban talán meg tudom fújni az apróságokat. Lásd, lökhárító, sárvédők, meg még meglátjuk a falcokat, megfújom-e kívül, vagy sem, vagy azt külön egy napon megfújom. Mert hogyha nem esne, itt mondjuk jól lefűnyírózok, akkor a falcokat itt simán meg tudom fújni a pajta előtt, bent meg a kamrába az apróságok, amik ugye kívülre mennek. A falcok amúgy se számítanak, amúgy se lesznek szépek, most igazából festék kerüljön rájuk, aztán kész. Meg van csiszolva, le kell persze pucolni, tiszta por, meg mocsok, meg minden. Ez egy jó mosás még kell az autónak, kívül, belül, alul, fölül. Aztán jöhet be maszkolni. Jó, lesz ez. Mellékzönge. Kaptam Hugicámtól ezt a idézőjelben vegán sportszeletet. Hát nem tudom, hogy vannak a vegánok, de volt már szerencsém kóstolni a vegán Bounty-nak kinéző ugyanolyan kókuszos genyót, de ebbe is se nem édes, kellemetlen az egész. Én nem tudom, a vegánok mit szopatják magukat. Ez szörnyű. És meg fogom enni, mert kell valami kaja, de... Nagy nehezen sikerült kijárnom, mert hát mindig kiderült rajtam az aksisarú, leszívta az akkumulátort, sajnos tudom, hogy hol szívja, és ez egyőre nem is lesz megoldva, majd ha készen van a kocsi. Meg a másik többi aksim is sok roncsinítás miatt le volt merülve, de legalább most már kim van, és le van mosva. És most látszik majd a munkámnak a gyümölcse, hogy fog ez kinézni napfényben, anélkül, hogy tiszta por lenne. Picit még száradnia kell, de egyébként nem tűnik rossznak. Mert a megszáradt meglátjuk. Amíg az autó szárad, gondoltam, addig itt föltakarítok, meg összeszedem az eszközöket, szerszámokat. Most igen jó, ki van ide települve minden. Most szépen összeszedem még a sárvédőket, ilyesmi, azt még majd kint lemosom. Bár lehet, hogy ezeket majd külön fogom simán vízzel, vödörből lemosni, nem fog itt szarakodni. Az autóhoz kell csak na magas nyomás, hogy minden mocskot kimossak belőle. Aztán összeszedem a maradék anyagaimból, meg néhány tetőlét ideiglenes felhasználásával, hogy meg tudjam csinálni a festőkamrát, idézőjelbe. Tehát a fólia sátrat a pajtán belül, ahol elvileg nem lesz annyi por, mint amúgy a pajtán belül van. És ez lesz a setup. De előtte ezt egy kicsit ki kéne söpörnöm, vagy fújatnom kompresszorral, mert így elég szarul néz ki. Na, mennyivel jobb, hogy kevésbé poros. Itt majd úgy lesz lefóliázva, hogy az asztalokat is lefóliázom így, és akkor lesz hova pakolni, de mégis a fólián belül maradsz. Padló, vettem rá egy vastagabb ponyvát, az lesz letéve a padlóra. Itt még összerakodok. Na most nézzük meg, milyen lett a BMW, miután megszáradt. Nagyjából rendben vannak a fő felületek, van rajthiba, de ennél többet a jelenlegi tudásommal és eszköztáromban nem tudok csinálni. Nagyon kíváncsi ezek, mint mondtam már többször is, hogy hogyan fog ez összejönni festés után. Közben áttöröltem itt a lökösöket, meg mindent ablaktisztítóval, egyet csak letisztítottam őket, teljesen jó. Ugye itt, ahol piros, nem is igazán lesz fújva, ki is fogom maszkolni egy részét, alul meg fekete lesz, itt van a bajuszléc, vagy homloklemez, vagy nem is tudom, hogy hívják ezt. Beset tartó vas. Itt már behoztam a kis asztalt, ez lesz majd behozva fújóasztalna, és le lesz takarítva, meg le lesz takarva. Hátsó lökhárító szintén egész korrekt lett. Itt alul nem csináltam meg mindent, mert itt úgyis olyan lesz amilyen, meg ide még úgyis hiányzik egy kis ajtócska. Ilyet, meg az első lökhárítóba takaró lapokat keresek, mert ez nincs meg. Itt honolnak a sárvédők, szintén le vannak takarítva. Szerintem amilyenek voltak, ugye amilyen narancsos volt ez az egész jól sikerült kisimítani. Remélem, hogy ez ki fog látszódni majd a festéken is. Ja, úgyhogy igazából elő van készülve. Csak egy valami hiányzik, hát az a fényező
nyakamra. Hatalmas nagy, über brutál idézőjelek közt, ugyanis tele csak annyi lesz, hogy építek egy fóliasátrat, aminek lesz az egyik végén egy szűrővel egy légbe szívó nyílás, meg lesz egy ventilátor a másik végén valahol itt, alul, és akkor ki fogja szépen szívni a festék, port, meg a mindent, és remélhetőleg egy kicsit kevésbé poros környezetet tudom megfújni, mint hogyha itt a pajtában vagy a pajta körül fújnám, mert ugye itt azért fúj a szél, por is van, bogarak is vannak, megpróbálom azt megcsinálni, hogy benájlonozok mindent, aztán talán nem lesz annyira poros. Próbálok mindent megtenni azért egyébként, hogy a lehető legjobbat sikerüljön kihozni. Nem lesz tökéletes, ezt már nagyon sokszor elmondtam, de még nagyon sokszor el fogom mondani, de a lehetőségeimhez képest szerintem jó lesz. Jobb lesz, mint a Volvo-na. Look at my superior folia sátor structure! Az olyan, mint egy rendes kis számla nélküli építő brigád építette volna, se párhuzamos, se merőleges, se vízszintes, de el fogja bírni a fóliát. Ami tök jó. Igazából egy-egy csavarra van minden összerakva rajta, nem akartam elvágni se a fákat, mert ezeket még újra fel tudom használni, és lehető legkevesebb új tetőlisztet akartam felhasználni, csak ugye muszáj volt, hogy az átlót kiadja, sajnos. Na, most vagyunk ott, hogy ott be fog lógni a tetőléc, sajnos, mert nem tudom ennél jobban hátra tolni, ott a vége. De itt úgyis csak a motorház tető lesz, azért vettem le a sárvédőt, mindent, hogy le tudjam fújni anélkül, hogy gond legyen. Azt, hogy meg tudom fújni a kocsi elejénél, és ja, már csak azt kell kitalálnom, hogy hova rakjam a légbe szívó nyílást, ami szerintem itt lesz valahol, és onnan fogja majd tudni a levegőt szívni, és hozom mindjárt a ventilátort. És már itt is van a ventilációs segédeszköz, tökéletes, megfelelő mennyiségű levegőt mozgat, ez meg itt alumínium hulladék, mert ez a hűtő, ez szar. Csak a venti miatt raktam félre, hát ez egy kicsit rekt. Most, hogy ez a csodálatosan művészi szerkezet készen van, tudom, nem kell könnyezni, ez gyönyörű, kiváló. A legtöbb ács az most éppen szerintem kiment éppen cigizni, mert ez szerintem nekik is fájt. Vettem némi fóliát, úgyhogy ezek jönnek most ide rá. Vastag fólia egy része, azok mennek fölülre, és van egy nagy ponyva, ez meg padlóra le. Egyrészt, mert ezt nem akarom összetűzőgépezni, másrészt meg ez bírja a lépkedést. 6-8 méter, satszper kb. Kiadja. Úgyhogy most jön az, hogy elkezdem a tetőtől fóliázni. Ami vicces lesz egyedül, de valahogy majd megoldom. És igen, kurva meleg van. Hoztam egy hőmérőt is. Ugye megnézem akkor hány fok van akkor majd a pajtába. 33. Ugye? 33 fok. Ami nem ideális a festéshez, úgyhogy ahogy néztem az előrejelzést, durván este 10-kor is még 27 fok lesz itt, ami azt jelenti, hogy hajnali 5 és 6 körül kell fújnom, mert akkor lesz 21 pár fok, és az a legjobb a festéknek, és próbálom, mint mondtam, a lehető legjobban összehozni a körülményekhez képest. De valószínűleg az lesz, hogy most ma elkészítem a fényezőkamrát, holnap délelőtt reggel egy próbafújást csinálok, mondjuk ha nem lesz olyan nagyon meleg, még ilyen 8 óra környékén, talán megdurrantom a bajuszlétet, meg a tanksapkát, tehát itt keverek, mit tudom én, egy 2 deci festéket, megnézzük, mit csinál, mi történik, kíváncsiságban, hogy ezeket még viszonylag könnyen le fogom csiszolni, hogyha nem lesz az igazi, mert teszt darabnak jók lesznek, aztán, hogyha az megvan, akkor talán szert a hajnalba meg tudom fújni a falcokat, meg ezeket, és a csütörtökön hajnalba meg megfújjuk az autót.
Fú, de rohadt jó lesz. Ezek 3 hetes fényezés. Mondjuk, hogyha nem lennék ennyire kezdő és béna, meg lennének normális körülmények, akkor lehet, hogy ezt egy hét alatt meg lehetne csinálni. Na mindegy, 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 mindegy. Most eredetileg az átlátszó ment volna felülre, csak hát picit szétszakadt, mint láttátok. Úgyhogy most körre fogom húzni feketével, hogy full fekete-sötét szoba lesz. Úgyhogy majd hozok lámpákat, mert hát megpróbálom ide felrakni az átlátszókat az asztali lámpák mellé. Aztán hozok LED lámpákat, még gyorsan fel fogom ide sattogtatni őket. És akkor legalább az lesz. Mondjuk két-két lámpát teszek ide is, erre az oldalra ide is, és akkor lesz egy ilyen belámpázás. Nagyon profi fényezőkamra lesz ebből, srácok. Tényleg. Pofátlanul professzionális. Bár mondjuk ez a tető része, ez maradhat tovább is, hogyha nem fog leszakadni magától, vagy nem lesz más baja. Ez egy tök jó ilyen fűthető rész lenne télre, mert megfogná a meleg levegőt. Legalábbis amíg fűtve van, addig nem lenne talán hideg. Na mindegy. Egyelőre még be kell burkolnom a hátulját, az oldalait, ide előre meg kap egy ponyvát, mert ugye ezt nyitni meg zárni kell. Ha, alakul a zugfolja sátor. Ez elkészült, srácok, még a Ventinek a helyét megtalálnom. Szerintem itt lesz egyébként, itt fogok kivágni neki egy részt. Ide lesz csavarozva, aztán csókolom, meg hozzá lesz gyorskötözőzve még a fólia. Most egyelőre ki van ékelve néhány vasrúddal. Szerintem ez lesz a végleges megoldás egyébként az ajtózárásra. Itt nem lesz teljesen ugye lezárva, csak annyira, hogy ne fújjon be a szél. És hát kell belecsinálnom világítást, mert hát eléggé sötét. Átlátszó folyát akartam, csak sajnos nem jött össze. De működik, ezt ki kell jól porolni, mert ugye alul még nincsen rajta a nagy ponyva. Kiporolom, alul is leponyvázom, és gyakorlatilag elkészült a fényezőkamra. Még ide be kell majd vágnom ide a szűrőt. Ugye itt lesz egy igazából egy darab lepedő lesz betéve ide, mint szűrő. Ott a Venti húzza ki a fölösleges dolgokat. Festéskor majd jól behúzom itt az alját, akkor szépen be fogom kötni, és akkor nem lesz vele gond. Mert bele kéne próbálni, elvileg befér az autó csont nélkül. Úgyhogy reméljük, mindjárt bele is próbálom. Tökéletes, pont elférek mögötte is a szórópisztollyal, lesz egy lámpa itt hátul, ott a 2, 3, 4, meg lesz egy fölül, és akkor igazából körbe van rakva lámpával, és majd lámpával fogom fújni, hogy lássam, hogy jó terül-e, nem fújtam-e túl keveset, túl sokat, meglátjuk. Hányszor mondjam még, hogy parázok tőle. De egyel már közelebb került, egyelőre az elma el lesz ide tűrve, kicsit, hogy hűljön ki, majd a kaput az becsukom, de amúgy itt hagyom ezt az egészet. Meglehetősen fasza lett. Itt is szépen, még bőven elférek mellette. Jól van. Jó lesz ez. Holnap még befejezem a villamos részével, tehát felrakom a ventilátort, meg a szűrő, meg kivágom ott hátul a filternek, meg földobom a lámpákat, és akár este egy próbafújást lehet csinálni, vagy csak úgy megpróbálni egy deci festékkel, mondjuk a tanksapkát, meg a bajuszlétet megfújni, mert hogyha esetleg mégis jó lenne a végeredmény a meleg ellenére is,
akkor lehet megfújjam az egészet. Na mindegy, ki kell próbálni, ki kell tapasztalni, aztán meglátjuk. Vágás holnapra. Morgan, reggel 3:49 van. Igen, kicsit késő jöttem, úgyis még meg kell csinálni a villanyban mindent. De még most is csak 24 fok van a pajtában, ami ideális lenne fényezéshez. Úgyhogy, ha ma befejezek mindent, akkor ennek az epizódnak vége lesz. És a következőben, nekem meg holnap, nekiállok megfújni az autót. Ha minden jól megy. Na most mondja meg valaki nem professzionális fényezőkamera, oda néz, van elszívó berendezés. Egyébként már így megszívja befelé a falakat, úgyhogy bőven elegendő lesz, sőt le is kell majd tekerni. Simán fasza, már csak a világítás, ezt lehet takarítani. És el is készült, srácok, a fényezőkamera. Nagyjából mindenhol van fény, tehát van föntről is fény, van oldalról is fény, itt is van két fény, még az ajtó ugye nincs ilyenkor lefixálva, ezt még le fogom szépen kötni alulra. Aztán majd holnap folytatom a fújással, ne tett meg, hogy a következő videó fog ez folytatódni, úgyhogy addig is sziasztok, iratkozz fel, lájkos, stb. Húde meleg van. Nagy.